Deák Ferencnével arról beszélgettünk, milyen húsból mit készítsünk a karácsonyi ünnepi asztalra. A klasszikus gyöngyi húsleveshez répán, az ellertől akár karfiol, kelbimbó is kerülhet, mindez családfüggő. Nem nagyon tér el a hagyományos tyúkhúslevestől a készítése sem. A gyöngyihez tulajdonképpen ugyanúgy főzzük, mint ahogyan a tyúkot, azok a kellékek kellenek hozzá, ugyanúgy a répántól, az ellertől. Ki mit szeret, van, aki ugye belerakja akár a karfiolt, a kelbimbolt, családok, hogy ízesítenek egy jó húslevest. Tehát az nem nagyon tér el, attól függetlenül, hogy egy kicsikét vadabb íze van, ugye vad szárnyasnak minősül, mint ahogyan a tyúk. Viszont nagyon megoszlanak már most a leves készítések, azért a fiatalokra és ugye a családokra való tekintettel egyre előtérbe kerülnek inkább a ragúlevesek is. És ugye azt is készíthetjük akár egy pulykából, pulykamellből, pulykamedalionból, csirkemellfiléből, van, aki csirke felső combból, és ugye mindenki maga szája szerint ízesíti, hogy azokba mit rak hozzá. Az orjaleves sem lehet megunni, ennek az a titka, hogy disznóvágáshoz minél hamarabb készítsük el, akkor finom, a friss a hozzávaló. Van a klasszikus orjaleves, azt talán nem is nagyon lehet megunni, és nagyon el sem rontani. Arra viszont nagyon-nagyon szoktunk figyelni, hogy egy orjaleves az mindig akkor a legfinomabb, amikor hízóvágás van. Tehát minél frissebben van egy sertés vágva, annak az, tehát minél közelebb vagyunk az ünnephez, és hogyha valaki orjaleves szeretne főzni, akkor minél frissebb legyen az orjacsont, annál ízesebb. Annak az a titka. A disznótoroshoz a tör burgonyát ajánlja, de a saját receptjüket is megtudtuk, ez szerint a burgonyát felszeleteljük és alárakjuk a disznótorosnak. Kikenjük a tepsit zsírral, rárakjuk a burgonyát, a disznótorost, és ahogy rásül a korbász a burgonyára, annál finomabb lesz. Párolt káposzta vagy savanyúság illik hozzá. A disznótoroshoz nagyon szeretik vagy a tört burgonyát, viszont ami a mi saját receptúránk, és úgy látom, hogy kedvelt a vásárlóink körébe is, hogy mi a burgonyát felszeleteljük, és alárakjuk a disznótoros alá. Ugye először kikenjük zsírral, rárakjuk szépen a burgonyát, és rárakjuk a disznótorost. Na most, ahogy ez szépen összesül, ugye a kolbászsír rásül, ott minél finomabb lesz. A hurkának is ott van a szaftja, a zsírja, és annál finomabb lesz. És ehhez már csak egy jó párolt káposzta, vagy éppen egy nagyon jó savanyúság illik, és megvan így együtt. A sültekhez nem árt rövid karajból szűzpecsenyét gesztenyével, áfonyával betölteni, de kedvelt kolbásszal töltve is. Előtte 2-3 nappal be kell pácolni a hús, hogy finomabb legyen. A hagyományos sültek azért, hogyha ünnepre készülünk, nem árt, ha egy picikét töltöttek a húsig. Az akár legyen rövid karajból, akár a szűzpecsenyét, mikor töltjük, akár gesztenyével, akár áfonyával, éppen, tehát lehet nagyon sok minden félével. Ami nagyon kedvelt, az viszont a kolbásszal töltött szőzpecsenye és a karaj, és ugye azt lehet akár beborítani, hogyha véletlenül kap valaki cseplezt, vagy éppen ízesíti egy kis szalonnával, különböző féleképpen. Viszont ezeket a töltött húsokat én mindig szokták mondani, hogy nem elég sós a húsnak a tartalma. Én mindig azt mondtam, hogy először be kell pácolni a húsit, legalább 1-2-3 napra, ugyanis a benne lévő töltelék, az nem fog benne megromlani. Majd nagyon sokan szeretik például a dagadót tölteni, az is egy nagyon finom ünnepi étek, de azok inkább terelődnek majd át szilveszterre. Töltött csirkét májjal, darált hússal vagy petrezselymes főtt tojással átitatott zsemlével is finoman töltve. Töltött csirkéhez azt javaslom, hogy nekünk szoktunk kapni ugye nagyon finom tanyosi csirkét, és annak megvan minden része. Akár egy kis csirkemájjal készíteni egy kis tölteléket, vagy éppen egy kis pulykamájjal, vagy van, aki például darált húsival szereti kombinálni. Hát a klasszikus, megszokott otthoni ízek, ugye a petrezselyem, a főtt tojás, az áztatott zsemle, ezek nem maradhatnak ki, az is nagyon finom. Hallottunk tavaly olyat, hogy nem pulykát töltöttek, hanem csirkét.
szereti a család, igen, és az az ünnepi vacsora szenteste. A kevésbé kalóriadús menühöz a csirke és pulyka, mert sajttal, sunkával, tojással is tölthetjük, s ne panírozzuk, csak natúran süssük ki. A csirkét és a pulyka mellett javaslom tölteni, és ugye mindenki az ízlése szerint töltheti akár sajttal, ugye vannak már mérsékelten zsíros olyan sajtok, vagy éppen, de mondjuk tojással is, sonkával, bármivel tölthetik, viszont azokat nem panírozzuk akkor, hanem csak natúron szépen, ahogy meg vannak töltve, akkor natúron sütjük. Lehet finom készítményeket készíteni. Emellett népszerűbbek még a falatkák is, ehhez is megvannak minden hozzávalók a boltban.